Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a kezdők alkalmát látják. A mai témánk a kinyilatkoztatás, vagyis a prófétaság témájáról kezdtünk beszélni korábbi alkalmakon, most ezt szeretnénk folytatni. Egy igét olvasok fel, Jeremiás könyve, 23. rész, 29-től a következőt. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, úgy szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Ezért, mondja Isten, rátámadok az olyan prófétákra, akik egymástól lopkodják igéimet, így szól az Úr. Rátámadok az olyan prófétákra, így szól az Úr, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. Tehát, hogy a prófétálás újszövetségi fogalmát jobban megértsük, a kijelentéssel foglalkozunk. Maga tulajdonképpen a kijelentés szó görögül így hangzik, hogy apokalipszis, vagyis a rejtett, nem ismert dolgoknak a feltárása. Tehát a profécia Isten szándékait kijelentő beszéd. Ugye ez egy ilyen görög elnevezésből származik, ez az idegen szó, de most ezzel nem foglalkozunk. Tehát szól valami olyan dolgokat, ami Istentől való üzenet a prófétának, legalábbis ugye ez a feladata, nem az, hogy érdekes dolgokat mondjon. Én úgy gondolom, hogy az ószövetségi prófétáknak az volt a feladatuk, hogy a nép szívét Istenhez fordítják, mert hogy nagyon gyakran ez a közösség, az Istennel való közösség nem volt meg, vagy pedig ha megvolt, akkor ellanyhult, ugye mindig uralkodótól függött, hogy közel kerültek-e az Úrhoz, vagy nem, hogy az félte az Istent, vagy nem, eltérte az Úrtól, vagy nem, sőt, nagyon sokszor mindenki azt csinált, amit éppen jónak látott, és a proféták feladata volt az, hogy az Úr szavát közvetítsék, áldását és ítéletét is. Tehát a prófét, az újszövetségi proféciáról is Pál apostol így tanít az 1 Korintus 12-14-be, hogy aki prófétál, az a gyülekezetet építi, tehát mindenképpen az újszövetségi prófétálás is az emberek szívét Istenhez fordítani, ez volt a legnagyobb feladat, és az Úrral való közösséget megtartani. Ha nem erre irányul a prófétálás, akkor egy nagy kérdőjel, hogy vajon az Isten szerinti, vagy az ember igyekszik magát valami módon annak nevezni, ami nem igazán kapott Istentől, vagy pedig ugye sötét erőknek a hatására egészen más a cél és a feladat. Az Isten szájából vett profécia, üzenet hatalmas erő lehet, tömegeket mozgathat meg. Egy példát szeretnék erre felhozni. Volt az Ószövetség idején proféta, így hívták, hogy Obed proféta. És ő, amikor egyszer az Úr üzenetét szólta, Assza királyt megragadta, és ebből a proféciából, Isten üzenetéből világos látást kapott, és kész volt az Úr akarata szerint eljárni,
eltávolította a bálványokat például Júdából, a Benyámin földjéről, és ez egy hatalmas változást idézett elő a nép körében. Tehát ezek a proféciák nagyon nagy jelentőségek voltak. Fel is olvasom ezt az igét, amikor Asza meghallott ezt a beszédet, Óbed proféta profétálását, összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt volt. 2 Krónika 15.8. verséből olvastam. Az Új Szövetségben Pál apostol foglalkozott részletesebben a profétálás kérdésével, és alapos eligazítást ad, örökérvényűnek mondható a korintusi gyülekezetnek adott tanításában találhatjuk ezt a komoly eligazítást, hogy miben áll és hogyan válik hasznossá a proféta a gyülekezet vonatkozásában, vagy a misszió vonatkozásában. Tehát, aki profétál, ugye az Úr beszédét szólja, és hogy így építő erővé válik az Úrnak a beszéde, hatalmas dolog, amikor egymást lelkileg építjük. A profétálás magába foglalja a buzdítást is. A görög szó ez, hogy paraklészisz, vagyis buzdítás, intés, figyelmeztetés a profitáknak, mint őrállóknak sokszor volt ilyen feladata, hogy buzdították az embereket, hogy figyelmeztették őket. Ők voltak, akik a kificamodott tagot helyre állították, serkentették. Úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is a profétáknak lelki gyógyulást hoztak Izrael népének, Isten választott népének, illetve a gyülekezetnek, és a pogányoknak, akik megtértek, az intő beszéd is gyógyulást hoz, hiszen az Úr azért inti az övéit, ahogy mondtad is, hogy a kificamodott tagok a helyükre kerüljenek. Néha ez fájdalmas, nehezen fogadják, de végül is, ha helyre rántják valakinek a kificamodott tagját, akkor teljesen egészséges lesz. A proféták világosságul is szolgáltak, tehát az Isten beszéde az világosság, és nekem az is eszembe jutott, hogy ugye az Ószövetség népének nem volt mindenkinek a kezébe a Biblia, nem volt írott Biblia, írott ige. Ugyanakkor, és ezért a proféták voltak azok, akik Isten beszédét közvetítették a tudatlanoknak, az írástudatlanoknak, illetve akiknek nem volt írásuk, tekercsük, nem volt törvényük, se profétáik, hiszen szombatonként a zsinagógákban a törvényt, Mózes öt könyvét és a profétákat olvasták hangosan, és a proféták feladata volt, hogy az ige ott legyen minden embernek a szívébe is, és helyén legyen. Az Új Szövetségben viszont az évszázadok során aztán lett írott ige, nekünk is a kezünkben van Isten igéje, és az Isten igéje is, a kijelentett ige, egyenlő a profétálással, hiszen az Úr vezet az ő igéjén keresztül, vigasztal, helyreigazít, megítél, és az áldását közvetíti.
Ugye ezt mondja az ige, hogy a jövendőt kérdezzétek meg tőlem, fiaimat és kezei munkáját bízzátok rám. Isten válaszol az ő igéjén keresztül, és hogy a prófétai szolgálat az Isten igéjének, a világosságának a közvetítése volt, az Isten szavának a közvetítése, és ez ma is így van, bár a ma megtért, újjászületett hívő ember naponta kézbe veheti a kijelentést, és Isten az ő lelke által szól, és a kijelentett ige a prófétálással egyenlő. Nem tudom, mit gondolsz erről. Igen. Tehát Isten szól a proféták által, de ez a profécia, új szövetségi profécia nem haladhatja túl magát a Bibliát. Kijelenteti. Igen, tehát a Biblia az alap, és az is marad, és hogy csak a proféta is azon belül, azon kereten belül maradhat. Hogy gondoljunk arra, hogy nem csak az a királynak jelentett sokat, a profécia és az akkori népnek egy hatalmas megtisztulás ébredés lett, hanem János, aki apokalipszist, vagyis kijelentést kapott az Úrtól, ezt ugye ránk is hagyományozta a jelenések könyvébe, például a szmírnai gyülekezetre egy nagy üldöztetés várt, és az Úr már előre figyelmeztette őket, és kitartásra buzdította, sőt, még tovább lépés is látható, olvasom az igét, ne félj attól, amit el fog szenvedni, imé az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Tehát ugye a végét is közli, hogy azért nem ez lesz a haláluk órájáig, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Tehát az Úr feltárja a szenvedést, a hívember életében is megengedi a szenvedést, de ugyanakkor a csodálatos ígéretet, hogy mint halálig légy hű, és neked adom az élet koronáját, ami hát egy óriási nagy dolog. Talán emlékszel a 40 halálra ítélt keresztény történet, akik koronát kaptak. Igen. Hát a világon ma is a legüldözöttebb vallás a keresztény vallás. Igen. A statisztikai adatok szerint. És az Urat mindig föl kell vállalni, és a proféták is fölvállalták. Sokuknak az életébe került, ha keresztelő Jánosra gondolunk, aki ugye az Úr ítéletét, igéjét hirdette, hogy nem szabad neked ővele élni, a tisztátalan életet élőnek, és a fejét vették. Prófétának mindig vállalni kell az Úrért való szenvedést, ahogy Krisztus is vállalta értünk a halált és a szenvedést. Ez sokszor nem egy ilyen diadalmenet, hanem rengeteg sokat szenvedtek. Az Új Szövetségben most a Cselekedetek könyvét olvassuk, a gyülekezeti Biblia olvasó ezért fontos szerint, és nagyon megdöbbentett, hogy először, amikor Pál apostol, ugye, meg Barnabás hirdették az evangéliumot, és az Úr együtt munkálkodott velük, jeleket és csodákat tett, és meggyógyultak emberek, és akkor minden, ugye ott a lábain sose járó sánta is meggyógyult, akkor bikákat vittek, hogy áldoznak, mert hogy az istenek lejöttek emberi formába, és ott magyarázták Pál apostolék, hogy ők ugyanolyan emberek, és utána pedig föllázították a
akik nem hittek az evangéliumnak, és utána megkövezték Pál apostolt, és kivonszolták a városon kívül, micsoda szenvedés volt, azt hitték, hogy meghalt, az atyafia pedig körbevették, imádkoztak érte, és ugye élet lett benne, és fölkelt, és tovább ment az Úr szolgálatába. Az új szövetségi profétáknak is nagyon sokat kellett szenvedni a hirdetett igéért, pedig az örömüzenetet hirdették, a feltámadást, az üdvösséget, a bűnbocsánatot, mégis sokan ellenük támadtak. Ezzel mindig számolni kell az Úr szolgáinak, a profétáknak is, hogy az életben szenvedések vannak, amik nem a betegség, hanem a Krisztus nevéért való szenvedés, az igazságért, az ige igazságáért való hátratétel. Igen. Tehát a proféták az Ószövetség idején is nagyon sok áldást hoztak az ember életébe. Gondoljunk például arra, amikor Sámuel királlyá kente Sault, és ezt mondta neki, te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Akkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött bele Saul fejére, megcsókolta, és azt mondta, ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Milyen hatalmas dolog volt ez. Tehát a proféta személyes üzeneteket adott át, hogy állj meg most, hogy elmondjam néked az Isten beszédét is. Nem mindig tetszett az embereknek az Isten üzenete, vagy hát az emberek sokszor könnyelműen fogadták az Úrnak a szavát, pedig hát ugye milyen hatalmas méltóságra emelte az Úr Saul királyt, Sault, egy egyszerű gazdacsaládnak a gyermekét, hogy királyi trónra emelte, és hogy milyen szeretettel történt az ő felkenetése, és hogy végül is mennyire hűtlen lett az Úrhoz is, hogy szégyent kellett neki vallani. Tehát az Úrnak voltak mindig is ilyen személyes üzenetei, de hogyha összegezni akarnám a profétálásnak a lényegét, azt kell mondanom, hogy az a legnagyobb dolog, hogy az Úr Jézus Krisztus jelentette ki magát. Tehát ezért Jézus Krisztus a fő proféta. Nem egy a proféták közül, hanem ő a fő proféta. Idézem is az igét, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Tehát Pál életében ilyen hatalmas áldása lett a kijelentés, és ő is kijelentés által ismerte meg az Urat, és valamennyi hívő ember kijelentés által ismeri meg Istent, mert az Úr valahogy a szívünkhöz szól úgy, hogy az az ige örökre átformálja az életünket. Tehát az Úr Jézus kijelentette magát csodálatos módon. A Jelenések könyvében nagyon sok minden látomást leír János apostol, amik hát még ezt el fognak beteljesedni. Tehát ezek a nagy kijelentések.
Ez van itt a Jelenések könyve első rész, első versében. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, apokalipszisz, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgájával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak kijelentette. Amikor ugye Pátmos szigetén jártunk, akkor egy nagy tábla volt, kihelyezve, és görögül ez volt felírva, hogy apokalipszisz. Tehát egy barlangban jelentette ki személyesen az Úr magát Jánosnak a elkövetkezendő időkkel kapcsolatban, és hogy ez ugye valami nagy élmény volt a számunkra ott azon a helyen járni, ahol hát egy kis, tényleg egy picike barlang volt. Tehát Jánoson kívül még egy, talán valamelyik diakónus volt, most már nem emlékszem a nevére, aki segített írni, mert hát Péter és János ugye írástudatlan emberek voltak, és hát feljegyezték, amit az Úrtól kapott. Tehát a legegyszerűbb körülmények között is Isten szent lelke kijelenti magát. Igen, hogyha Jézus istállóba született, János úri körülmények közt kapta a kijelentést. Igen. A legnagyobb, a leghatalmasabb dolog, hogy Krisztus megszületett, tényleg a legegyszerűbb istállóba állatok, a kedves állatok között. Hát ennyit mondtunk most el, még talán majd sort kerítünk még tovább, ugye a prófétálásról rengeteg. A speciális kijelentésről nem sokat beszéltünk, hogy legközelebb majd arról. Igen.